estét! Üdvözletem a kedves kollégáknak, ez itt a Game Day iroda, és ahogy ígértem, Genon legyőzése, az bizony YouTube streamen lesz, és YouTube-ra egyébként több Zelda stream ezután nem valószínű, hogy fog készülni. Twitch-en folyamatosan van, meg is szoktátok szavazni, ugye már az első DLC gyűrjük, nem sokára jön a második DLC. Ha akarja az ember, akkor igazából végtelen content van a játékban, de valahol be kell fejezni, és szeretném, hogyha a YouTube követő kollégák is látnák, hogy hol tartunk, úgyhogy surprise meglepetés stream következik. Itt vagyunk a játékban, indítom, nem emlékszem, hogy milyen cuccaim vannak, állunk a Korok Forestben, mert hogy megcsináltuk a Korok Trial-akat. Már egy csomó shrine megvan, de még nem az összes. Megnézem, milyen cuccunk van, és bemegyünk a várba, és sicsúcsicsúcs. Egyébként, akik nézik a Twitch streamet, azok látták már több alkalommal is, hogy így bókláztunk a várban, és majdnem véletlen volt, hogy bementünk a Genonhoz. Ezt nem akartam Twitch streamben ellőni, és szerencse, hogy mindig észrevettem, hogy jaj, itt még nekünk semmi keresni valónk nincsen. Azt mondja, hogy igen, ide jövünk, Hyrule Castle. Azt nem tudom, hogy mennyire csináljuk ezt speedrunosra, mert hogy igazából, hogyha én ide bejövök, már eleve be a kastélyba, akkor föl tudunk szaladni az oldalán, igen gyorsan Genonhoz. Ha viszont mondjuk ide jövök, és szemből becsárgyolunk, és átütjük magunkat a sok Guardianen, akkor egyrészt az egy izgalmasabb gameplay, másrészt annyiban nehezebb, hogy használom az erőforrásaimat, ami nem is tudom, hogy micsoda. Azt mondja, hogy van Guardian Sword nálunk, Claymore elég erős, Flameblade az nem annyira erős, de meggyújtani jó dolgokat, Battle Axe-ek, ezek erősek, de lassúak, Lionel Crusher, de nagy, csak hogy ez is kétkezes, lassú, fagyaszt, egykezes, gyenge, és itt van a 30-ról 40-re föl-upgrade-elt Master Swordunk, mert hogy már gyűrjük a kollégákkal Twitch-en az 1-es DLC-t, és van az 1-es DLC-nek egy Master Sword, Master Trial Challenge része, ami azt jelenti, hogy csak egy szál kisgatyában kezdesz Linkkel, kapsz jó néhány pályát, az első körben 12-t jelentett, megcsinálod, úgy, hogy egyik pályáról a másikra csak azokat a dolgokat viheted tovább, amiket a pályán összegyűjtöttél, tehát konkrétan faágakkal, meg almákkal, meg dinnyékkel kell legyőzni az ellenfelet, meg hát az agyaddal nyilván. És ha megcsinálod az első fázist, akkor 30-ról 40-re upgrade-eli a Master Swordot ez a challenge. Hogyha megcsinálod a másik fázist, akkor 40-ről 50-re, és hogyha megcsinálod a legnehezebb részét, akkor 50-ről 60-ra, és mindig világítani fog a Master Sword. Pontosan úgy, ahogy világít, akkor, amikor te bemész a kastélyba, és érzékeli a Guardianeket, ugye az a legerősebb formája a Master Swordnak, és az azért OP, mert a Master Sword az egy egykezes fegyver, és egykezesből 60-at nem sok minden sebez. Itt vannak a legerősebb fegyvereim, pont az ilyen végső küzdelmekre, és hogyha látjátok, akkor ezt két kézzel fogja Link, a Crushert is két kézzel fogja, ezeket a kis bénaságokat fogja egy kézzel, még talán ez is kétkezes, igen, Moblink Lab is kétkezes. Ezek is, ezek ugye tök jó, mert ezek elementál fegyverek, úgyhogy ha farmolok, akkor ezekkel gyorsabban lehet legyőzni a bármiket, bokoblinokat, lineleket, hinoxokat, stb. Viszont nekünk valami nagyon erős firepower kell, hogy így mondjam, ütőpower. Azt nézem, hogy nyílvesszőkben nagyon jól állunk, íjakban már nem. Ezek lehetnének erősek is. Persze itt egy szorzó, hogyha megnézi valaki, ez a Savage Lionel Bow, ez azt mutatja, hogy 32-t sebez, de 5-ször, mert hogy egy nyílvesszőt 5-ször lő ki, de sajnos nem egy pontba megy az az 5 nyílvessző, hanem vízszintesen így terít. Ami azt jelenti, hogy oké, hogy 5-ször 32, de jó esetben ebből az 5 nyílvesszőből mondjuk 2 vagy 3 fogja eltalálni a targetet. Úgyhogy, ja, ezekből nem állunk annyira jól.
talán a 48-as meg az 50-es bow az, ami még jobb is, mint ezek a Lionel bow. Na mindegy. Srácok, iszom egy kortyot, mert ennyi bevezető szövegtől már kiszáradt a száma. 6 perce vagy a stream, ebből körülbelül 4 perce beszélhetek én. Először is üdvözlök mindenkit. Itt régen volt YouTube-on livestream, és nem is nagyon lesz, ugye, ezt látjuk Gergővel, hogy YouTube-on nem szeretik a livestreameket, meg a livestreames bemutatókat, ezért marad ez meg Twitch-re. De azt megígértem, és az ígéretemet tartom, hogy Genon az itt most a livestreamben lesz. Azt mondja, hogy tudjátok mit? Közben nézem félszemmel a chatet, természetesen, meg azt is, hogy megy-e a stream, mert mostanában szeret az OBS, így áll, igen, köszönöm, szeret az OBS kifagyni. De ha véletlen kifagy az OBS, senki sehova, és Ferike már látja a fényt. Már rég láttam a Legend of Zelda, te is játszottam a Majora's Mask-kal? Nem játszottam a Majora's Mask-kal. Az a durva, hogy én elkezdtem a Majora's Mask-ot DS-en. És az egy annyira... Jézusom, ez egy annyira para Zelda, hogy én nem játszottam vele. Szóval, hogy őszinte legyek, ez a helyzet, ez az én történetem a Majora Mask-kal kapcsolatban. Én azt mondom, hogy kemények leszünk. Bemegyünk szemből. Legyen egy kis fight. Milyen volt a Tata házi búcsú? Otthon voltam a családommal. Nem néztem ki a búcsúba. Pont szabad napomra raktad a végső harcot. Ó, Bazsi, te vagy az. Hát jó, hogy... Mondjuk nem direkt volt, de úgy néz ki, hogy ez a csodálatos véletlen. Jaj, de jó fejek vagytok, David Blake már írja is, besrácok, hogy van Game Day Roda Discord. Oda tudtok jönni napközben csetelgetni. Oda is mindig kiírok mindent, nem csak Facebookra. Facebook az alig jeleníti meg azt, amit mi kirakunk Gergővel. Mert hát ugye mindig felkínálja, hogy fizessünk sokat. Az nekünk jó. Nekünk annyira nem jó. De itt van egy chest valahol. Van egy olyan érzésem, hogy ez itt már belül, várom belül jelez nekem. Hopp, egy Guardian. Aha, de nem félünk tőle, mert sokkal erősebbek vagyunk, kivéve ha ez a repülő szar. Ez bántani akar minket. Sugy. Tudjátok, mit akartam? Mit felejtettem el? Na, hol vannak a csúcsú zserik? Itt vannak. Elfelejtettem azt megnézni, hogy mennyi kajánk van, az fontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab. Nem, még egyszer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 full HP visszatöltőnk van. 1, 2, 3, 4, 5, 6 attack power boost. Defense boostból van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ezek 7, 8, ezek elég óvatos. 9, bocsánat, defense boostok. És ennyi. Szerintem elég. Elég lesz, és akkor az előbb, ha valaki belenézett az inventorimba, az láthatja, hogy most a Master Sword érzékeli a Guardian-eket, azaz 60-as erősségű, és én föl is húzom a legerősebb szettemet, bár nem szám szerint a legerősebbet, hanem most a full kimaxolt Guardian szettem így néz ki, és ugye ez extra védelmet ad, ott van Guardian Resist Up, 4 csillagos minden eleme, és Ancient Proficiency Set Bonus.
Ó! Még egyszer meg kellett volna tudnom ütni a lábát, csak elszaladt. Nagyon ügyesen dodzsol a Guardian. A lábát kell leszedni először. Így, egy, innentől nyertünk. Fel is borult. Hol a többi lábad? Még egy láb. Még egy láb. Még egy láb. Ajaj, most meglátok valami más is. Talán. Ennyi HP-t van. Ott a kis HP csík a feje fölött, ennyi HP-ja volt. Na most már ennyi szenvedés után adjál nekem. Ú, kettő darab Ancient Core. Nagyon király. Ninja nem érdekel minket, viszont a földbe lőtt Arrow-t azt fölveszem. Hol van? Nem lőttél a földbe Arrow-t? Nem lőtt. Itt sem marad. Nem, pedig ez jó lenne így kifarmolni. A világ a legidegesítőbb ellenfele. Pont eddig élt. Kardom már vissza silányult 40-né. Semmi gond. Hol van egy kis fegyó? Ez. Mighty banát dob. Pénzt dob. Ebor meg tele vagyunk. Szóval. Úgy döntöttem, hogy bemegyünk így frontálba. A várba. És igen, igazatok van. Egyszerű Stasis-szel megütni a Guardian-eket. Ez nekem valamiért eszembe se jutott. Következő Guardian-nél ezt ki is próbáljuk. No, 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 no. A földbe ásott Guardianek nagyon keveset dobnak. Sajnos, igen. Néhány screw és kész. Ott egy Guardian, aki él egyébként. Ide látom. Ott egy másik is. De mi most húzunk egy rövidet. De nem úgy. Nem rövidítünk. Az a Guardian is. Vagy lehet, hogy őt láttam az előbb. Nézzétek, ott a lába. De lőni még tudna. Szóval még nincsen meg minden szív. Ups. Még nincs meg minden szív. A játékban hiányzik néhány shrine. Tehát azt mondod, hogy Stasis. És nem engedi Stasis-elni a... Guardian nem lesz Stasis-elni. Jó. Nem enged. Most meg fogunk halni, de nem halunk meg. Viszont elvesztett. Nem néztem, hogy... Nem értettem, miért nem mozdul a karakterem. Valamiért elvesztett egy pillanatra a kontrollereket a játék. Akkor mégsem volt olyan jó ötlet Stasis-elni a Guardian-t. Így is van. Az a vicces, hogy amikor először találkozol Guardiannal a játékban, az annyira félelmetes. Kevés olyan félelmetes dolog van a játékban. Egy lövés és meghalsz. Tel vagyok tök jó cuccal, most már. Tudom körülbelül mennyit sebez.
És ha akarom, akkor vissza is üthetem a lézerét. És akkor azt 100 000 éve nem gyakoroltam. És ez egy nem egy egyszerű reflex móka. Cryonist választottam ki, nem a Stasis-t. Igen, köszönöm. Kapkodtam. Ugye én csak ennyit nyomtam. Pap, 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 pap. Köszi. Azért nem híleltem, és azért hagytam, hogy bevigyen minket nulla szívre, mert ott látjátok azt az elefántot, bal fönt, a Stasis alatt az töltődik, és az nekünk, bocsánat, kikapcsolom a chest jelzőt, mert ez folyamatosan pittyegni fog, és meg fogunk őrülni tőle. Szóval az töltődik, és az bizony vissza fogja nekünk tölteni az életünket legközelebb is. És szerintem mire odaérünk, meg lehet nézni egész pontosan inventoriban, hogy még 7 perc. Mire jó. Szóval vissza lehet ütni a lézert. Az messze van. Meg ki lehet cselezni is a lézert. Ezek a szaros savarok nem érnek annyit, hogy visszajöjjek értük, de jó. Elvesztett. Lehetne rövidíteni, ahogy mondtam. Ha felvesszük az úszós ruhánkat, akkor konkrétan felúszhatunk a vízesésen. Választhatjuk ezt, vagy... megpróbálhatunk ugye itt fölmászni és átmászni ezen a trutymákon. Ez a trutymák sebez akkor, hogyha hozzáérsz. És úgy van megcsinálva a játék, hogy az a szem, amivel a trutymákot le lehet rombolni, az általában mindig így a másik oldalra van berakva. Ahogy látjátok, itt is van. Én most szétlőttem. Beszaladunk a fal mögé. Ne érjen minket a lézer. Így is elér minket a lézer. Hogy ne érne el minket a lézer? Ez elment fölöttünk. Jó. Megnézem, hogy vissza lehet így jutni. Nem, eltört a shieldünk. No, para. Van még, és reményeim szerint fogunk is még fölvenni. Nem használjuk el a Master Swordot, bár ugye az is újra töltődik. Ó, itt egy Rusty Shield, nagyon jó. A Rusty Shield tökéletes arra, ugye az egy rossz minőségű cucc, tessék, 3-as, viszont arra tökéletes, hogy így visszaütögessük a lézereket. Csórikám! Ennyi kell. Ancient Core! Ott van is Giant Ancient Core! Az az egyik legritkább cucc, amit gyűjthetsz. És... sok nagyon drága dologhoz értékes crafting alapanyag, ez pedig a sima Ancient Core. Ohoho! Royal Bow, várjatok, valamit dobunk. Valamit dobunk, mert a Royal Bow-ra azt írta, hogy ó, a 38-as támadás, akkor viszont nem dobunk semmit. 38-at üt.
Lehet, hogy ezt a sima Savage Bow-t eldobhatnám. Not even close, srácok. Beérek, beérek, be. Lionel küzdelem következik, ami azért nem is baj, mert a Master Swordunkat, ha el is használjuk, majd mire fölérünk, a Genonhoz visszatöltődik, és a Lionel-től szerzünk majd valami tápos fegyót. Először is ezt lőjük ki. Oh! És a Lionel ellen viszont nem ez a legjobb felszerelésem, hanem bizony a maxra tápolt Champion's Tunic, az 32, a maxra tápolt Amber Earrings, és a Soldier's Greaves-t szoktam fölhúzni, mert jobban néz ki, mint a Guardian's Greaves, ugye 28-as defje van ennek, Guardian-setnek is, de ez így nem annyira autentik a Champions Tunic-kal. Mehet, 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 mehet. Dodge Master. Kis Dodge Master Imre. Ez a középső nevem, szüleim adták nekem. Egy. Kettő, három. Fejes. Kivéve mikor nem. Nézd ide. Cunci. Az nem lett fejes, az nem lett fejes bizony. Ebben meg ideje korán mentem bele. Yeah! Nem kevés HP-ja van. Ugye a Champions Tunic-nak az a különlegessége, hogy kiírja, hogy az ellenfelednek mennyi HP-ja van. Neki 3000. És egy kard csapás. 60 a hűt. Miért nem talál be a fejes? Nézz ide. Valami, amit nem értek. 2, 3. Se? Na, adjál jó fegyvert, Lionel Sword az jó lesz nekem, ott a Lionel Bow a hátán. Jól látok, nem dobott fegyót. Nem dobott fegyót. Ez nagyon szemét. Bakker. Hát azért jövünk. Azért farmolunk. Hogy valamit szerezzünk, mire fölérünk a Genonhoz. Így meg tényleg elhasználom a kardomat, aztán nem lesz a végén semmi. Na mindegy. 10 sok arrow-t kaptunk. Jó, egy Hulk Blood Moon volt itt most, vagyis lett volna, de nem, azt nézem, hogy mi nekünk a jó, mert arra nem tudunk menni, a vízesés felé tudunk menni, arra tudunk menni még fölfelé, illetve itt is tudunk mászni. Mászunk most itt. Nem emlékszem arra, hogy valaha is erre jöttem volna.
Tessék. Mephas Grace is ready. Ami azt jelenti... hogy ha meghalnánk, akkor föltámadunk. Paparara. Ez honnan megy? Hova? Oda-vissza, oda-vissza, de ez két darab. Ezt honnan lehet jobban látni? Lehet ezt valonnan jobban látni? Ezt nem ár, hogy így kéne tudni eltalálni. Egy, kettő. Egy, kettő. Egy, kettő. Ezt miért nem adja be? Itt ellőjük az összes nyilvesszőnket, figyeljetek. Genonnál nem lesz semmi. Na, egy korokmag. Szokásos Zelda dolgok, mész csinálni valamit, de amúgy mindig van valami más, ami érdekesebb. Annál, mint amiről te úgy gondolod, hogy éppen azt fogod csinálni. Ezt a nagy trutymákot tuti, hogy le lehet. Ott a szem. Látom. Így. Et voilà. Következő Lionel. Mehet. Nem, nem. Nem, nem. Ti nem ezeket a robotokat keresitek. Az nem én vagyok. Hadd lőjem ki, különben ilyen hülye repülő... Ó, oh, jó! Hülye repülő szarokkal lesz tele, ilyen... 30-as HP-s senkikkel. Ó, és ennek a Lionelnek már 4000 HP-ja van. Nem csak 3000 viszont. A dodgy skillem az ugyanolyan, mint az előbb volt. Gyerünk, 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 gyerünk. Hogyha fejes lősz a Lionelnek, utána ugyanúgy reugorhatsz, mintha egy ló lenne, mint egy hátas. És akkor a hátáról free sebzés. Jajjaj. Jó, dodged. No! Gyere. Not even close, haver. Gyere, 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 gyere. Egy, kettő, három. Ott a fejes. Ez az! Az nem jó sose, amikor így felszívja magát. Igen, hát akkor nyom egy nagy AOE-t. És ezt így levéden is lehet. Kicsit kiestem a ritmusból. Nem baj. Na! Haver! Üssél csak! Ez az. Az a jó egy Lionel-ekben, hogy az ő mozgásukat a legkönnyebb olvasni. És jó lassúak. Viszont ez megint belém sebez. Túl közel vagyok az AOE-hez. A bow mindjárt eltörik. Igen.
Viszont ő neki szaladt a falnak, lesztánulódott. Buta egy jószág vagy, te hallod? Yeah. Dobjál fegyót, könyörgöm. Meg pajzsot is. Ezt nem értem, semmi. Semmi. Viszont a... A Master Swordot el kell törni. Gyorsan. Direkt. Hogy mire fölérünk a Genonhoz, addigra megint jó legyen. Azért jöttem föl, hogy hát, ha van itt valahol láda. Hát itt már nem lesz láda, viszont itt van egy korokmag. Pam! Bye-bye! Oda megyünk föl. De majdnem ott vagyunk már. Pa 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 pa. Azt nézem, hogy merre megyünk mi tulajdonképpen. Ugye ott lőttük szét a trutymákot, jöttünk ebbe. Ennek a kijárata ugye vezet arra, és az is egy... Ez nem egy olyan gét, ahol megint Lionel lesz. Viszont benézhetünk, hát ha... Hát ha van bent láda. Az messze van. Látjátok? 1500-ból... Kettőt sebeztünk le, 1498. Azt hiszem, hogy nem ez a leghatásosabb módja annak, hogy ezt a Guardiant leszedjük. Itt szoktak lenni csesztek. Vajon miért nincsenek? Nem szeret a játék minket, kollégák. Még 748 próbálkozás, azaz. Jó, eltörtük a kardot. És a kard 10 perc múlva lesz újra elérhető. Ó. Igazából lehet egy nagyot rövidíteni azzal, hogy fölúszunk a vízesésen. De olyan régen volt Zelda stream, hogy inkább szeretném mutatni a kollégáknak, hogy mi is van a várban. Meg jó lenne amúgy bemenni a vár belsőbe, nem csak föl a Genonhoz. Kéne főzni. Takarás, takarás, takarás! Jó! De várjunk, elrontottam, fölértünk. Nem jó. 10 perc múlva lesz kardunk.
Ott van Genon, itt van bent. A várnak a hátuljában van a dokk. Itt hátul be tudunk menni a katakombákba. Igen, nem nagyon találtunk fegyót. Jó! Wow! Wow! Oké. Beugrunk főzni a várba. Csak nem tudom pontosan, hogy hol. Ne. Elbújtam. Köszi. Most nézem, hogy 3 HP-n agárkodok itt ennyire keményen. Lehet, hogy nem kéne. Ez eltört. Ú, de jól néz ki a Guardian Sword-om, nem akarom elhasználni. Semmit nem dobott. Igen, tudom, most lejjebb jöttünk egyébként. Visszaugrottunk. Könnyű eltévedni. Nekem. Itt a kastély külsőben. Mert eddig akárhányszor jöttem a kastélyba, mindig más felé mentem.
Ne, hát itt be lehetne jönni. Itt be lehetne jönni akkor, hogyha belülről kilőttük volna a szemet. Oké, jó helyen vagyunk. Ez itt a... Tudom, hol vagyunk. Tudom, hol vagyunk, de... Jaj, honnan kell ide bejönni? Egy ilyen lejjebbről. Yes! Jó kis alapanyagok. És mindjárt főzünk. Keresünk valami főzőhelyet. Mindent benő ez a trutymák. Meg itt... farmolunk is fegyót. Például egy pajzs, egy fegyver. Mondjuk bumeráng van nála, ami nem... Nem sokat segít nekünk, de jó. Szupi, van nálam fa fegyver. Amivel meggyújtjuk ezt? Nem. Akkor viszont... fogunk egy arrow-t, meggyújtjuk azt. És ennyi. Zelda fizika! Iszom is egyet. Egészségetekre. És ami kell nekünk, az a full HP visszatöltő. Sumo. Legjobb kaja, hearty radish. Egy darab hearty radish-t megfőzöl, és full HP visszatöltő kaja lesz belőle, nem kell semmit kombinálni össze-vissza. Azt nem tudom, hogy a hearty durian is így működik? Mindjárt kiderül most így, stream live. Mit iszol, imi vizet? Tessék, full heart recovery óriási. Minden, ami hearty elvileg... Abból ez lesz. Pép. Ó, de nem mindegy, hogy például a hearty truffle az egy plusz szívet ad. A sárga az a plusz szívek, hogyha megnézitek. Ez egy plusz szívet ad. Viszont a Big Hearty Truffle. Nem emlékszem, de ez mint hogyha négyet adna. Nem mindegy. Ott figyel a plusz négy szív, tök jó. Egyébként akkor meg is... Eszem egy ilyen bénát, bénácskát, a plusz egy szívest. Na, hol van? Itt van. 4-4-1-1. Nincs egy egész... Nincs egy egész... képernyőnyi full HP visszatöltünk. Nincs. Főzni kell még. Bántja az OCD-met, ne haragudjatok. 1, 2, 3, 4-et.
tudok több kaját magamnál tartani. Hát akkor... akkor nem főzünk többet. Jó. Nincs semmi. Dehogy nem, egy korok maga. Ez nem jött vissza az a bumerág, sajnos. Fölszedem. Megvan. Tudjátok, mi kell nekik? Ez. Erre eldobja a fegyverét, amit én föl is veszek, ami azt jelenti, hogy nincs fegyója, és ha nem talál magának másikat, akkor nem is lesz. Talált kardot, az jó lesz nekünk, és ott egy pajzs, ott csillog. Képernyő bal oldalán. Nem tudom fölvenni. Yes! Na, ez a kard, ez maradhat. És akkor most gyűjtsünk be mindent. Ó, rubi. Drága kövek ritkák a játékban. Legalábbis abban a mennyiségben, amennyi mennyiségben a fejlesztéshez kellenek, mert fejleszteni rengeteg drága kő kell, ilyen 20-asával, 10-esével, 20-asával kellnek a drága kövek. Na, ha valami veszélyes, akkor ezzel a hordóval így jönni-menni, de most nincs más. Nézz el a fizika. Lionel Bow van. Nem csak a 3-as Lionel Bow, 5-ös Lionel Bow is van. Mennyi van még a... Master Sword fölé lett. Srácok, akkor mehetünk? Mehetünk a Ganonhoz. Let's kick some ass. Mehetünk, menjünk föl. First time ever nekem. Nem spoilereztem el. Egyáltalán. Úgyhogy lövésem sincs, hogy mi fog következni. Hú, még ezt a gatehouse-t megcsináltuk már? Nem biztos.
Wow. Au. Igen. First and second gatehouse owned. Igen, itt van a haverom, aki sebeztünk kétszer kettőt. Ott fönt. Miért látsz onnan? Nem, hanem. Igen. Takarás, takarás! Miért állt meg? Miért állt meg? Miért állt meg, Link? Miért álltál meg? Nagyon eldugtam a kontrollert, és messze van a Switch is. Elment a jele, szerintem. Megállt Link. Úszó cucc. Swim upward. És ez a legjobb rövidítés Ganonhoz. Már fönt is vagyunk. Csak hogy ugye ez a páncél ez semmire nem jó. És ahogy a Twitch-en mondtam már, egyáltalán nem is tetszik. Ez egy nem szexi páncél. Vissza is öltözünk. Annál ami Rusty Shield, ugye? Igen. Fölvettem. Na gyere. Egy. Kettő. Három. Csak azért, hogy itt a bejárat ne zavarjon minket azzal, hogy folyamatosan céloz, őt is mindjárt kinyírjuk és bemegyünk. Ott a Giant Ancient Core, azt kell nekem. Oh yes! Ne lássál már rám, onnan lentről. Egyszerre kettő nem jó. Vagyok. Most. Most szél, szaver. Ahhoz képest, hogy ugye ez egy Rusty Shield, ahhoz képest kettő Guardian-t nyomtunk le vele. Most. Easy! 3 per 3? Összes per összes. Nem, ez nálam nagyon lutri. Van egyfajta ritmusa, amit ha amúgy nem gyakorolsz, akkor el lehet felejteni. Mert ugye ezt a mozdulatot, ezt bármilyen pajzsal csinálhatod, hogyha az ellenfél üt, és csinálsz egy ilyet, akkor lehet perrizni, kibillented az egyensúlyából, vagy kilököd a kezéből a fegyvert, vagy például a Lionelnek a shieldje ezzel sebez is, mert az ilyen tüskés. És megvan a lézernek a tempója is, ahogy a Guardian lövi a lézert, akkor amikor odaérne, akkor a lézerbe kell ezzel beleboxolni. Mert hogyha későn nyomod, akkor az van, hogy így lepattan a pajzsodról, mert ugye véd, ez a pajzs ez annyira béna, hogy ez azonnal el is törne, de nem sebződnék. Ha viszont korán nyomod, akkor meg ugye van ez a nagy openinged, hogyha megnézitek az animációban, és akkor telibe betalál a lézer. Na srácok, ez kétkezes fegyó. Kezdjünk a Master Sword-dal. Nem merek a Hylian Shield-el menni, mert az lenne az igazi.
De hogyha eltörik a Hylian Shield, valahol meg lehet csináltatni, azt tudom. Meg lehet csináltatni pajzsokat. De nem tudom, hogy hol, és nem akarom eltörni a Hylian Shieldemet. Ez az autentik, bocsánat, igazából. Ez a full autentik Link set. Így. Hylian Shield-el, Master Sword-dal, Champions Tunic, fülbevalók, mondjuk Royal Guards Bow. Yeah. De mivel nem tudom, mire számítok, ezért... menjünk alapszettel. Azzal az alapszettel, amit én használok. És ez így ugye több védelem, mert ez 20-as naci és 80-as az össz defense-em. Ez meg 88-as. Így. Jó. És mivel nem tudom, hogy mekkora a genom, most váltok például. Itt egy 5-ös. Lionel Bow. Készen álltok? Készen álltok, srácok? Ez itt a fő bejárat. Itt állunk a kapujában. Menned kell dolgozni? Úristen! Jó munkát! Mehet! Figyelem, kollégák, történelmi pillanat. Link. 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 I'm sorry. But my power isn't strong enough. I can't hold. Új, hogy néz ki, vá! Azt a rohadt! Ezek a Divine Beast-ek. Ugye mind a négy oldalról. Ú, de jó. Oké, a fél HP-ját leszedtük együtt. Oké.
Ne, ez Guardian! Guardian cucc! Föl! Nem visz föl az áramlat. Mi történik? Ki kell tanulnom a boss-t? Jézusom, mennyit sem ez a boss! Oké, együk meg a kis kajákat. Jó, csirkecom. Shuffle, nagyon jó. És egy... Jó, majd a következő sérülésnél leszünk egy defense-up-os kaját. Abba a szembe biztos bele lehet lőni, hogy stunnoljuk. Aha! Jaj, el innen! Aue, nem aue. Uram, Isten! Nem repül föl! Oké, ezt védtük. Nem védt, de védtük. Nem ismerem a mozgását, nem tudom, hogy mikor kell dodge-olni. El fog törni a pajzs. Sebeztünk egyáltalán? Látta valaki? Nézte valaki? Ajjaj, mik ezek? Jó. Oké, lejött. Nem tudom, hogy hol találjuk el. Az három fejes. Ugorj hátra, Link! Fejes! Zucs! Go! Ugrás! Most betoljuk a defense up-os kaját. Nem üt annyira nagyokat, és hoztunk elég kaját egyébként. Jó. Meg ráeszünk még. Óriási. Állj meg! Minden Nintendo játékban, minden boss, azt amennyit üt! Minden bossnak több fázisa van, több boss fázisa. Ezt nem ütöttük vissza, de még nem tört össze a pajzsunk. Jó, ezt visszaütjük. Nem? Mert az így van elől. Köszönöm szépen, játék, köszönöm. Aha, tehát ő most konkrétan... sebezhetetlen. Vagyis az előbb én hiába lőttem bele, nem ment le a HP-ja. Húha! Kajcsi. Még reszkírozunk, még jók vagyunk egyet. Ez az! Ó! Gyerünk! Korán ütöttem, na most teszünk meg. Egy full HP visszatöltőt.
Nem ütöttem vissza, én azt a hangot hallottam, hogy visszaütöttük. Jó, még nem tört össze. Az igen. Egy... Úristen! Ajaj, ez mi lesz? Késő. Most nem tudom lőni, nem sebződik. Sebződik? Nem, egyáltalán nem sebződik. Pajzs, pajzs, pajzs! És most sebződik, jó! Csak a fejét meg ne sántuljon! Vád fész, hogy néz ki? Hogy néz ki ez a lény? Segítség! Gyerünk Master Sword, el ne törjél nekem, te vagy a legjobb fegyverem! Azaz, mássz a falra. Ops. Egy. Gyerekek, stiló. Go! És az utolsót a pajzsal ütöttük vissza. Miért van egy olyan érzésem, hogy egyébként... jön még valami. Upon our world, the destruction will be unlike anything ever seen before. I entrust you with the bow of light, a powerful weapon in the face of evil. Link, you may not yet be at a point where you have fully recovered your power. Or all of your memories. But courage need not be remembered, for it is never forgotten. Wow, mennyire epik!
Go flight. 100. Kész. Segítsetek! Weak pointokat kell keresni. Lába esetleg? Nem. Ott van! Jó! Bakker. Nem sebződött semennyit. És rombolja le a fákat, de jól néz ki. Kész. Be lehet lovagolni alá, nem hiszem el. Nem, ott van a másik oldal, a másik oldal! Gyerünk, gyerünk! Ne, 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 megjött a ló! Bakker! Megjött a ló! Menj! Go, 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 go! Hú, én valamit nagyon félreértek itt. Srácok, nem váltottál Bowflight-ra. Most veszem észre. Nem szóltam. Yes. Ennyi, és közben konkrétan a rendes Zeldás időjárás motor működik, és elkezdett esni az eső. Kész. Storm's coming. Na! Egy. Jó. És végül gondolom a fejét. Yes. Itt vagyok, te szemét. Ops. Ops. Hol a glowing area? Úgy kell bemenni a hasa alá, hogy ne jegyjen meg a ló, mert ha megjed a ló, akkor megáll. Yes. Szép. Jövök, jövök, jövök.
Ezt muszáj volt ilyen lóról felugrásosan, srácok. Yes! I've been keeping watch over you all this time. I've witnessed your struggles to return to us, as well as your trials in battle. I always thought, no, I always believed that you would find a way to defeat Ganon. I never lost faith in you over these many years. Thank you, Link. Yeah! The hero of Hyrule. May I ask, do you really remember me? Wow. Wow. OBS-ben adok egy kicsi hangot a zenére. Mert az biztos, hogyha valaminek megnézem a stáb listáját, az a Zelda. A zenéje meg a hangulata miatt. Isten, milyen zenék ezek, srácok!
bűn belebeszélni ezekbe a zenékbe, úristen. Köszönöm szépen, Spidey. Easy first try, köszi Vince. Király a Switch, fizikor jön az Elta. Ó, de remélem, hogy nem rontottam el senkinek az élményét. Remélem, nincs olyan beteg ember köztetek, a jó értelemben, aki képes volt az összes Zelda végigjátszást, meg az összes Zelda Twitch streamet végignézni. Ugye nincs. Mert ezt a játékot játszani kell. Ezt úgy lehet a legjobban megtapasztalni. És remélem, hogy senkinek nem vettem el a... az élményt. Azt az élményt, amikor legelőször megtapasztalod azt, hogy ez milyen játék is valójában. Ez is a kedvenc zeném. Thank you.
We'll make our way to Zora's domain. Divine Beast Varuta looks like it's stopped working. Let's investigate the situation. Neva's father. I believe he would like to hear more about her. The least we can do is visit him and offer him some closure. Although Ganon is gone for now, there is still so much more for us to do, and so many painful memories that we must bear. I believe in my heart that if all of us work together, we can restore Hyrule to its former glory. Perhaps even beyond, but it all must start with us. Let's be off. I can no longer hear the voice inside the sword. I suppose it would make sense if my power had dwindled over the past 100 years. I'm surprised to admit it, but I can accept that. Yes! Srácok! 2017-ben ennél epikebb játékot nekem senki nem fog mutatni. Játék design. Fizika. Puzzle-ök. Zene. Content. Open world. Semmilyen tekintetben. Huh! Kedves kollégák, ennyi volt a Legend of Zelda Breath of the Wild. Úristen, és jött egy óriási szuper üzenet Dávid Tendori Bertalantól. Ez azért jó kis cucc volt. Szívemből szóltál, kedves kolléga. Ennyi volt a Zelda igazából. Én nyomom is a continue-t, hogy ne. Még a maradék 750 darab korokmagot lehet, hogy össze kéne gyűjteni. Igazából nem vicceltem, viszont nincs még meg minden shrine, és nem sokára jön a második DLC is. Kedves kollégák, ez volt a Boss Fight Zelda stream itt a YouTube-on, a GameDay YouTube-on. De Twitch-en még biztos, hogy fogunk zeldázni. Mindenkinek további szép estét, szép napot kívánok. Jók legyetek. Sziasztok!